Jó napot kívánunk, kedves nézőink! Itt a péntek, megint a Pilpul. Úgy tűnik, hogy ez most már nem csak bocsinált a műsorvezetőként, hanem véglegesen rajtam ragadt. Beszélgető társam szokás szerint Radnóti Zoltán főrabbi, a Mazsihisz rabbi testületnek az elnöke, vagy igazgatója? Elnöke. Ez a heti szakaszunk, hogy Tazriá. Ugye, jól mondom, hogy Tazriá. Mit jelent a Tazriá? Az az első szava mindig a heti szakasznak. Ez még a hatodik szava körülbelül. Ennek pont a hatodik? Mit tudom, én nem tudom, mert tudom nézni pontosan. Szólt Isten Mózesnek mondván, Isáki Tazriá, vagy Áldá, tehát ez a értelmes harmadik szó egyébként. A hölgy, a nő, aki Tazriá, képernyőképes a szó, megmagozódott. A zera magot jelent, a teremtés ötödben is van, a teremjen a föld magokat, stb. És vagy a teherbe esett. És szült, és a szülés utáni rituális tisztaság és tisztatlanságnak a kérdéséről van szó. Tehát a megtermékenyülés. Maga szó azt jelenti, hogy teherbe esni. Egy ilyen nagyon, tehát egy kis passzív szerkezetben, de maga arról szól, hogy ez egy nővédelmi törvény gyakorlatilag, hogy a szülés után a nő bizonyos időszakig érinthetetlenné válik. Jó, csak még ne szaladjunk előre. Igen. Tehát még nem a törvénynél tartunk, még csak a heti szakasznál tartunk. De ott a ötödik szó az lesz, hogy legyen tisztátalan. Tehát Mózes harmadik könyvét olvassuk most, és ennek vagyunk nagyjából ugye közepetáján, ugye, hogyha jól számolom. És Mózes harmadik könyvének az első fele az főként a szentéllyel, illetve a kósársággal, életmóddal kapcsolatos dolgokat szabályozza. Korábban a papi viseleteket, az áldozatok rendjét beszéltük meg. És azt hiszem már a múlt heti szakaszban is szó volt a rituális tisztaság, tehát ott merült fel először a rituális tisztaságnak a kérdése. És hogyha jól emlékszem, akkor ez a heti szakasz, tehát ez a Tazriá, ezeket a higiéniai, testi és lelki higiéniai szabályokat sorolja föl. Igen. Szóval, nagyjából igen, lehetősítve. Van nekem egy hírlevelem, ami olvasható egyébként a Bécsraunak a Facebookos lapján is. És fel lehet rá feljelentkozni, igen. Pont lehetem, hogy egy borzasztó unalmas szakasz. Tehát ilyen mikve, olyan mikve, hány napig, hány hétig, menjen ki a városba, jöjjön vissza a városba, kelevénye van, fehér betegség, piros betegség, rózsaszín betegség. Na, kezdjük az elején. Igen. Kezdjük a mikvénél, ami egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy micsoda, mert hát ha olyan is nézi, aki nem tudja. Tehát a mikve az a rituális fürdő a zsidóknál, és egyrészt, tehát nagyon sok jelentősége van. De hát, a szó mit jelent, tudod, szó szerint? Nem, mit jelent a szó? A szó szerint ez a szó a teremtés történetben fordul elő, legelőször első mondatban szinte, Jikávú hamáim, gyűjjenek össze a vizek egy helyre. A mikvá szó azt jelenti, szó szerint összegyűlt víz. Az a definíciója, hogy olyan fürdőhely, olyan víz mennyiség, ahol a víz először áll meg egy helyben. És ez lesz a rituális fürdő, amely megvan egy mértéke már. Tehát például a Balaton is egy mikve például, gyakorlatilag. Hát igen, minden nyílt víz, ugye? Ami álló víz. Ami álló víz, tehát a folyóvíz nem. A folyóvíz a holtága például. Tehát ami nem folyik. Igen. Tehát mindenképpen ami álló víz. És ott áll meg először a víz. És a mesterséges mikvék, tehát a medencés mikvéket pedig abból kétfélét ismerünk, hogyha jól tudom. Az egyik az esővízgyűjtő, amelyik az esővizet gyűjti össze, és biztosítva van, azt hiszem, az elvezetés is, és a másik pedig a forrásvizes, például. Jó, bonyolultam egy kicsit a dolog. Esővíz, forrásvíz, igen, de ott is van külön medencék, alatt, mellett, tehát egy bonyolult dolog a mikve, egy komoly tudományága a mikveépítés, de a kedvenc egyébként a debreceni mikve, amelyik a vizet úgy gyűjti, hogy a háztetőről, a külön házban van, levezeti a vizet, a háztető, lecsőd esővíz, meg ugye ferde,
a Eres csatorna kicsit ferde szintén, megy tovább, és megy be a fal oldalán egy csatorna, és megy be egy cső gyakorlatilag a házba, és ott a mikve bent, egy medence megy bele, ahol bele van rakva egy radiátor, ami fölmelegíti azt a bizonyos medencét, és jön ez a radiátor, és azt kötik össze egy másik medencét, tehát az két medence vagy egymás mellett is úgy kell lennie. Tehát ez a, ugye egy bor áliát bor, tehát ez egy bonyolult dolog, de lényeg az, hogy ez egy klasszikus mikve, át tud futni egy megnyitó rendszer is akár, hogyha kell, tehát egy olyan csőn, amelyik mát melegíti, egy cirkórendszeren például, tehát vannak ilyen technikák rá. De az a lényeg, hogy akadálytalanul kell eljutni, igen, igen. A természetes víznek. És benne kell lenni egy 500 liternek először, utána lehet már hígítani mindenféle vizekkel, de adott vízmennyiségnek egyszer össze kell gyűlnie benne. Tehát ez a mikvá, és ez az, amelyik az embert ki tudja hozni bizonyos szintű rituális tisztátalanságból, és újra kezd az életet, egy picit, mint egy ilyen embrionális állapotba kerül az ember, tehát teljesen ellepi a víz, mezítelenül megy be a vízbe, egy összegubozik. Tehát ez egy szabály, hogy el kell fednie a víznek az igen. Embernek a fejét is, tehát igen, ilyen embrió poszba szoktak. Igen, és maga, hogy egy olyan helyre mész be, ami nem a te élettered, bocsánat, az élettér kifejezésért, április 5-én, de nem, tehát meghalsz arra a pár másodpercet. Bejössz a vízbe, és nincs semmi levegő, és újra születsz. Nem, ugye ez lesz a kereszténység alapja, tehát a keresztelő János. A keresztelés. Igen, pont erről szól, hogy mindig megmikvészik magukat. Ott is, ahogy néztem a filmeken, ott is a fejét lenyomják. Igen, lenyomják, igen. A víz alá, tehát igen, ez egy nagyon fontos szabály. Tehát a lényeg az, hogy igen, tehát rituális tisztaság, ott kell elérni, és az a rituális tisztátalanság például nagyon érdekes, talán nem mindenkinek triviális, hogy például a betérés az is a mikvében teljesül be, hogyha úgy tetszik, tehát a mikvébe való megvártózással újjászületés. Újjászületés, hiszen az is a zsidó élet azzal a és lesz Ben Ávraham, tehát Ávraham gyermekeként született újjá. Így van, és hát milyen tisztátalanságok vannak még? Mondok például, lehet szüve. Van még a temető látogatás, ugye? Igen. Jó. Ez egy nagyon nehéz témára tértünk rá, és szerintem a idő nem annyira elég eleje. Mert van ez úgy, hogy tumá. Ezt hangsúlyozni kell, a tumá, a tisztátalanság, az nem koszosság. Tehát az egy rituális olyan állapot, amikor a lélek nem érzi jól magát, és meg kell nyugtatni. Tehát valóban, hogy mondod, a holttest maga, erről beszéltünk talán pár héttel ezelőtt, ez maga a lét legnagyobb tisztatalanság. Ez nagyon komoly kérdés például, hogy a kohaniták, a papi törzs, Áron leszármazottjai a szentébe szolgáltak, és nem érhettek holttesthez, mert akkor rituálisan tisztatalanná váltak, lehetnek-e orvosokba például. Bennek egy kórházba, amely tel van holttestek, lent a Bonstown például. Tehát van a holttest, de... Bocsánat, itt közbeszúrom, hogy van egy érdekes szabály, a kohénok, vagyis a kohaniták, apai ágon leszármazottai a papi törzsnek, ők a mai napig külön temetkeznek. Nem léphetnek be temetőbe, külön is temetkeznek, és mivel nem látogathatják a saját rokonaiknak a sírját sem. Vagy a temető szélén van, oda ment a bizonyos távolságra. Ezért direkt az ő rokonaikat, vagy nem, a kohanitákat magukat, ugye? Igen, és a rokonaikat a temető falánál temetik el, és a temető falából szokott lenni nyílás, hogy azon keresztül. Igen, átlás. És ha valaki meggooglizza, van egy úgynevezett derek, Kohanim, Kohenok útja, hogy a temetőben, aki elmegy az ortodox temetőbe Budapesten, van egy vastag út középen, és ki van a téglákkal. A Kohenok azon a téglán mehetnek végig, mert úgy van olyan távolság egy holttestől, amely nem viszi át a tisztátalanságot. Jó, nem lehet kijönni itt. Holttest, vöröstein törvény, stb. A legklasszikusabb tisztátalanság egyébként számunkra ez a nem kóser étel evése, vagy itt a tisztátalanság, hiszen arról beszéltünk múlt héten, hogy a kóserság, rituális kérdés, illetve a menstruációs tisztatalanság. Ez a nidával. Nidá, pontosan. Tehát mind a kettőből egy mikvével lehet kijönni, ami azt jelenti, hogy egy újjászületés. Tehát egy csülökpörkölt után elmegy a mikvébe, és akkor kész. Ezt ne reklámozzuk, de hát azért nem így működik. De gyakorlatilag, hogyha valaki azt mondja, hogy valaki eszik olyan ételt, ami nem tiszta, menjen a mikvébe, esik tisztátalan, és
De ma már ennek... De ez csak véletlenül fordult elő, tehát hogyha valaki evett egy jó ételt, és utána tudta meg, hogy tisztátalan, akkor menjen csak a mikrobe. Ma már nincs ez a rituális tisztaság, a szentély korábban volt fontos, hogy kimed be a szentélybe. Ma már ez egy lelki kérdés. Igényem van erre vagy sem. Ha én most itt elkezdek enni egy Big Mac-et például, nem történik semmi. Én nem eszek, mert valaki zsidóként nem eszek Big Mac-et. Hát azt szokták mondani, hogy a testünk maga a szentély, pontosan. Amire jön. Tehát éppen ezért, de ez egy rituális kérdés, ami úgy fogalmazt meg valahogy, hogy az embernek a lelke elkezd picit bizseregni, hogyha mi ilyesmit csinál. Tehát nem véletlen, hogy pont ez a Tazria Metzora rész, a két rész, ez itt mondtuk, hogy a Talmud szerint ez egy pszichoszomatikus kérdés, a bőrön megjelenő kiütése, betegségek, ekcéma, stb. Ez egy lelki bizonytalanságot is jelent, hogy valaki rosszat csinált, érzi, megbánja, menjen ki a táborból, jöjjön vissza, fürödjön meg, szülessen újjá. Van egy ilyen íve ennek a Tazria Metzora szakasznak. Na hát a mikvéről elég sokat beszéltünk, de nézzük konkrétan is. Itt van egészen közel hozzánk Budapest egyetlen működő mikvéje, a Kazinczy utcában, ugye? Ott a... Ha bejössz a rabiságra egyszer, meg fogod látni a plakátot, amelyik azt mondja, hogy a Lukács fürdőnek a mikvé és ízis kóser mikve. Rabis, ortosz rabis, egy pecsét van rajta, volt akkor legalábbis, tehát minden egy gyógyfürdő gyakorlatilag mikve is volt egyben, tehát van több mikve is Budapesten, csak nem tudunk róla. Jó, tehát akkor... Igen, ez van felügyelve, igen. Tehát ez, ami felügyelve van, mert azt hiszem, ott kell lenni valami felügyelőnek, igen, aki rámondja az áldást, amikor... Megnézi azt, hogy a hölgy... Kóser, a végén... Kóser, igen. Hát meg kell nézni, hogy a hölgy... Ugye leginkább a mikve az a hölgyeknél fontos, a menstruáció utáni tisztulási napok után, hogy újból legyen... Tehát ők azok, akik rendszeresen, igen, minden napban mennek. Innen is mondom, hogy csodálatos élmény a hölgyeknek, újjászületési élmény, ősi élmény, aki elmény Maszadára, már Maszadán is volt mikve, van egy ilyen hagyomány, hogy közösségnek van pénze zsinogára vagy mikvére, előbb építsen mikvét, mint sem zsinogát, mert az fontosabb. Oké. És akkor van egy ilyen Bálanit nevű hölgy, egy ilyen házinéni, aki megnézi, hogy nincs-e hajszál rajta, nincs-e bőrkönnyedés, megnézi a körmöket, hogy nincs-e kosz, kizeszi hajából a csatokat, tehát hogy negyenségféle elválasztó a víz meg a hölgy között, amikor mikvézik. És nem csak az ember tud tisztátalan lenni, hanem azok a tárgyak is, például az evőeszközök, étkészletek, amivel étkezik, és a mikvében ezeket is lehet kaserolni, igaz? Tisztában, tehát nem kaserolni, hanem a szentséget rárakni, de most eszembe jutott hirtelen, nézők kedvéért mondom, mi a Attilával ismerjük egymás 15 éve nagyjából. Igen, körülbelül. Volt egy híres mondatod a mikvével kapcsolatban. Emlékszel rá? Nem tudom melyiket. Nem mindenki érzi azt, hogy milyen mély a mikve. Ez volt egy cikked is, ami erről szól. Jaj, tényleg, azon nagyon sokan megsértődtek. Igen, megsértődtek, hogy van az? Az a betéréssel függött össze, hogy nem biztos, hogy leér a lába a mikvébe mindenkinek. Már nem emlékszem. Igen, ez nagy balhé volt belőle. Igen, sokan megsértődtek. Most nem emlékszem a konkrét szövegre, de mindenképpen azzal függött össze, hogy a betérésekkel kapcsolatban, mert ugye a betérésnek az utolsó aktusa a mikvében való megmártózás. A betérésnél azt próbáltam kritizálni, hogy a rabbik nem mindig tájékoztatják kellő mélységben a betérni vágyókat arról, hogy végül is mi vár rájuk, és ezért aztán a betérők között elég gyakran bizonytalanság, illetve a történelmi mikvébe. Hova megy be? Nem tudja, hova megy be, milyen mikvébe megy be. A betérés egy nagyon nehéz egyébként maga, és ugye ez egy újjászületés. A mikve pont ezt szimbolizálja, egy újjászületés, hogy képes az ember újjászületni. Képes egy totális új életet kezdeni. A feleségeddel volt egy beszélgetésem, hogy én tanítok betérőket. És azt mondtam, hogy csak egy betérés. Nem a feleségemet. A te feleséged, igen. Az Eszter a zsidó lány, ismerjük papát, mamát. Tehát és mondta, hogy van ilyen betérési tanfolyam, és azt mondta az Eszter nekem, nem, ez egy, és az kamerája, ez egy sikszé tanfolyam, hogy hogyan ne legyünk sikszék. Tehát ugye azt jelenti, hogy nem zsidó tanfolyam, tehát hogyan felejtsd el a zsidóságodat. A nem zsidóságodat. Igen, ezt mindig ezt tudom mondani, amikor valakivel leülök beszélgetni, ne felejts el, valamit fölvesz, és
és valamit elenged. Kettő között, kettő együtt jár mindig. Na most pontosan erre vonatkozott az a nagy vitát keltő aforizmám, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy probléma, és hát most valószínűleg ezt nem ma fogjuk megbeszélni, de szóval ez egy olyan kognitív diszonanciát okoz, amire nincs mindenki fölkészülve. Sokan föl vannak, de nincs mindenki fölkészülve arra, hogy tényleg az előző élete helyett kell fölvennie ezt az újat, és mivel az ember mindig tulajdonképpen a saját múltjával azonos, ezért egy újszülött számára, aki 20-30-40 évesen Újjá születik, az ő számára ez nagyon komoly személyiségi problémákat okozhat. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a betértek teljesen egyenrangú zsidók, ugye? Nagyjából igen. Pár dolgot nem csinálnak. De hogy nem szabad megkülönböztetni semmilyen módon, sőt igazából még a betérésnek a tényét sem szabad megemlíteni. Ezzel együtt vannak szabályok, amik azért korlátozzák őket. De hát van igazi probléma, hát őnekik nincs meg az a múltjuk. Tehát például nekik nincs meg az a holokauszt családi emlékezet, az az ő életükből hiányzik, és amikor az ilyen megemlékezések vannak, mint például a mai április 5-én 75 éve kellett, tehát most lépett hatályba az a törvény, amikor ki kellett tűzni a sárga csillagot, aki betért, az annak a számára ez nem ugyanazt a napot jelenti, mint annak a számára, akinek konkrét nevekkel, emlékekkel. Ez neki nagyon komoly kérdés egyébként, hogy én 2019-ben tudok-e egyesülni lelkiében a holokausztal. Pedig a nepámat meggyilkoltak a holokausztal például, az vagyok én Zoltán, a nepám volt Biner Zoltán. Vagy tudok-e egyesülni az ókor Tisza B'Ával, a Szent Élen rombolása emléknapjával. Hát vagy a Színájjal, ahol explicit azt mondjuk, hogy minden lélek ott volt. Hogy mi is ott voltunk, és a betértek is. Igen. Tehát ez egy nagyon komoly kötődés, és pont a mikve, illetve amit itt leír a egész szakasz, hogy hogyan lehet valamit így elvonulni, ez a bizonyos sebeket magamon tisztává tenni, a bőrömön, amit lát mindenki, és engem is nagyon zavar, tehát nem egy leukémiáról beszélgetünk, itt zavaró, viszkető ízékről van szó a szövegben, hogy menjél ki a táborba 7 napra, gondolkodjál el, hogy mi történt veled, menjél vissza, beszélgess a kohanitával, nem az orvossal, nem a belgyógyászal, nem a bőrgyógyászal, a kohanitával, a pappal, ő megmondja, hogy megint kimész, vagy visszajöhetsz-e például. Szóval ez egy nagyon komoly háttere ennek a szakasznak. Tehát visszatérve, összefoglalva, ez az ember mindennapi újjászületése, az, hogy minden reggel fölkelek, elmondom, hogy hál' Istennek fölkeltem, köszönöm az életet, köszönöm az emberségemet, a férfiasságomat, a nőiességemet, a zsidóságomat, vagy bármit. Ez egy mindennapi kérdés, hogy képes vagyok-e megköszönni és értékelni. Azt tudom mondani, a zsidóság legelső feladata, hogy tanulj meg megköszönni mindent a Jóistennek. Ne egyes is evidencia számodra. Az élet, a szeretet, a szerelem, a ruha, az bármi. És a tázdia pont arról szól, hogy mit kell bemutatni valamit, áldatot a Jóistennek bizonyos vétkek után többek között. Tehát gyakorlatilag a testi és lelki higiéniáról van szó, amit tulajdonképpen minden nap folyamatosan ápolnunk kell, és oda kell figyelnünk rá, mert ha nem figyelünk oda, akkor előbb-utóbb lemorzsolódunk. Egy utolsó mondat még, és ezt be is fejezzük. Jó, mert idő van, látom. Ma van péntek. Ma este, tudod mi van? Ránk köszönt Niszán hónapja. A tórai első hónap. Szombat a Niszán 1. Tehát Rosshódes. Rosshódes van. Ez a bibliai első hónap, a Niszán hónapja, egy totális újjászületési időszak. A Niszim, az egy csodák egyébként, a Niszán csodákat jelent. Totális újjászületés, azaz ebben a hónapban tapasztaljuk azt meg, ugye van Pészák lesz majd teliholdkor, hogy képes az ember bármilyen mélységből eljutni bármilyen magasságba. Ez egy csodás hónap egyébként a Niszán, és benne mondom a Pészák, a szabadság ünnep, a zsidó nép és a Isten közötti szerelem ünnepe, nevetően az énekénekét olvassuk föl, tehát erre készülünk föl, új hónap van,
mai aktualitás egyébként az új hónapnak, az új holt hónapnak, hogy éppen ma holt körüli pályára a Bréshit nevű izraeli holtszonda. És az Netanyahu mikor a holt körüli pályára? Az egy másik, azt majd egy másik műsorról fogjuk megbeszélni, tehát kövessék figyelemmel a kis izraeli műholdnak is a... Ez picike, nem egy ilyen egészen... Hát nem olyan picike, egy mosógép méretű, a szokásos műholdoknál kisebb, de a lényeg, hogy ő most áll holt körüli pályára, úgyhogy nagyon, nagyon büszkék vagyunk rá, pont Nisan új hó alkalmából, és a ma esti gyertyagyújtás 19 óra, holnap Budapesten, holnap pedig este 8 óra 8 perckor fog óraátállítás most? Hát az óraátállításon már túl vagyunk, és arra ügyeljenek, hogyha keletebbre laknak, tehát például Debrecenben, akkor néhány perccel korábban négy, fokonként van. Fokonként négy perc, tehát például Debrecenben akár ezt a 3-4 percet is jelent. Van az 12 is szerintem. 3-4 fok van addig. Szóval több perc. Igen. Viszont vagy Soproni, azt tovább tudja nézni a tévét. Soproni tudja nézni, így van. Úgyhogy Shabbat Shalom, minden jó. Shabbat Shalom, és mondjuk, hogy hódes tov, vagy legyen egy jó hónapunk, a megváltás hónapja.